Nyolcadik alkalommal ütik majd a vasat az ország legnevesebb kovácsai, és árulják majd portékáikat a késes szakma mesterei június 18-án szombaton a Tűzzel Vassal Fesztiválon. Mint Pongrácz Zoltán, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke mondja, nem elsősorban közönségprogramokra törekedtek az első fesztivál megszervezésekor, hanem egyfajta szakmai fórumot, bemutatkozási lehetőséget szerettek volna teremteni a késes szakma mestereinek. A rendezvényt annak idején azért találtuk ki, hogy egy kihalófélben lévő mesterség, a sok közül az egyik, ez a késes bicskakészítő szakma, ez támogatásra találjon, népszerűbbé tegyük, és nagyon örülünk annak, hogy tényleg bátran mondhatjuk, hogy ez a törekvésünk, ez sikerült, mert egyre népszerűbb. Ez pedig már a fesztivál helyszíne, a Rácz utca. Itt minden készen áll a szombati programkavalkádra. Lesz majd hagyományőrző bemutató, néptánc, birkanyírás és körmölés, valamint folyamatos vásározás. Az árusok késeit ki is lehet majd próbálni egy gyümölcs és zöldséghámozó, illetve szeletelő verseny keretében. Az idei fesztivál kiemelt témája a borotva lesz. Ennek keretében Flasner Kálmán késes és műköszörűs mester több száz muzeális értékű borotvájából nyílik kiállítás, a férfiaknak pedig arra is alkalmuk nyílik majd, hogy egy korabeli alkalmi borbéllyal borotváltassák majd magukat. Minden egyes férfit bátorítunk arra, hogy próbálja ki, hogy milyen volt régen beülni a fodrászmesternek a székébe, és ott eltölteni egy pár percet, amíg megszépült, megújult az arca. A szombati programok tűzugrással és fáklyás előadással zárulnak. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a családi programokra, ahol nem csak a férfi késbarátok, hanem az asszonyok, mint leggyakoribb késhasználók is tartalmasan töltetik majd el idejüket.